Egyik kamion után a másikat állítják meg a sátoraljaújhelyi magyar-szlovák határátkelőnél. Ellenőrzik ugyanis a kimenő kamionforgalmat a megszaporodó illegális bevándorló észlelések miatt. A feladat végzéshez a rendőrség új eszközöket is beszerzett. A főkapitány úr hatodó segítsége kapcsán több új eszköz került beszerzés a sátoraljóhely rendőrkapitányságra, amit korábban ugyan a szerb határ mentén használtak, de ezek nagyon jó eszközök annak érdekében, hogy mindenképp meg tudjuk állapítani könnyebben és gyorsabban az illegális migránsoknak az elhelyezkedését egy adott járműben, ugyanis ezekben a rakterekben megbújó migránsokat többféle eszközzel és többféle módon lehet észlelni. Az egyik ilyen eszköz egy Dräger XAM 7000-es típusú szénmonoxid mérőberendezés, a másik pedig egy ipari endoszkóp, ami segíti kamerarendszerrel azt, hogy megtekintsük, hogy bárhol a zárt térben lapul-e meg illetéktelen személy. Eddig a sátoraljóhelyi határnál még kamionban nem találtak migránst, de a szlovák hatóságok már igen. Gyalogosan viszont már sátoraljóhely területén is fogtak el illegális határátlépőt az elmúlt időszakban. Az új eszközök civil használatból kerültek át a határvédelmi alkalmazáshoz. Ezek az eszközöket már jóval korábban kifejlesztették, tipikusan egyébként üzemek, például a széndioxidmérő üzemek, gyárak, szénmonoxid, széndioxid és más gázok mérésére is használják. Mai napig is ezek modern eszközök, amelyeket folyamatosan fejlesztenek, hitelesítenek, és ezek az eszközök pont azt szolgálják, hogy az ember által még nem érezhető, de a gépek által nagyon specifikusan kiszűrhető, például szénmonoxid gázokat egy 2-3 percen belül oly mértékben jelezzék, ami egyértelműsíti azt, hogy egy zárt térben illetéktelen személy tartózkodik. Az ipari endoszkóp meg azért is nagyon fontos berendezés, mert egy rugalmas gumicső végén található maga a kamerarendszer, a másik végén pedig maga az jelzőrendszer, és ennek összecsatolásával bármilyen kísérre be tudjuk azt helyezni, és esetleg egy elválasztott, lerekesztett rész mögé tekintve ugyancsak ki tudjuk szűrni az illegális migránsokat. Ezeken felül a rendőrség hűkamerával is rendelkezik, amit akkor alkalmaznak, mikor a jelek szerint illegális határátlépők tartózkodnak egy kamion csomagterében. Az eszközök alkalmazásával nem kell az egész rakteret megbontani a vizsgálathoz, mely időspórol. Az ellenőrzések vélemezhetően addig tartanak majd, míg a déli határon a nyomás nagy marad.